kérést, illetve a meghívást, hogy egy ilyen nívós is jól sikerült kiállítás megnyitható. Igazából nem is szeretnék mondani semmit, felolvasom a szövegemet. Otthon a hiába valóságban. Állok az udvaron, rakosgatom egymásra a téglákat. Ez már a harmadik torony, amit idén apám utasítására építek. Ő most a sufni padlóján alszik, engem áztat az eső. A testvérem eltűnt, meglógott, számítógépezik vagy nézi a Tini Ninja teknőcöket a forrófejű Raffaellóval, a Bushido harcos Leonardóval és a Nunchakus Michelangelóval. Donatello ebből az epizódból kimaradt, épp egy aktot készít Dávidról. Az új tornyot a deszkák között, a deszkák mögött kell felépíteni, fél méterre a komposztáló láda oldalától. Az előzőnél keskenyebb toronyra van szükség, hogy a talicska kiférjen a kerítés és a kis lejegyzett WC csészék között. Szövetkesztyűt viselek, a téglák között undorító állatok tanyáznak, pókok, százlábúak, pincebogarak. Apám szerint egyáltalán nem férfias, hogy félek tőlük. Felemelem a téglákat, egyszerre hat férrel az ölemben. Miközben kikerülöm a műanyag labort, észreveszem, hogy a szomszédból figyelnek. A kisfiú annyi idős, mint én, csak ő bújhatott vissza a függöny mögé. Még soha nem találkoztam vele. Anyám szerint néhány évvel ezelőtt magára rántott egy fazét levest a forró gáztűzhelyről. Úgy képzelem, hogy az arc nélküli fiú sosem lépett ki a lakás ajtaján, és az egész életét otthon töltötte. A megnyitó beszédre készülve kétszer jöttem be a galériába. Sokáig csak csevegtem, sétálgattam, készítettem néhány fotót, de nem találtam fogást a készülő félben lévő munkákon. Csütörtök délután aztán hirtelen minden a helyére került. Épp a rezsanyagat a kislányáról készült képeket nézegettem, amelyekkel csillogó palázsba burkolózva játszik egy, amelyeken csillogó palázsba burkolózva játszik királynőt. Ezek azok az aranyszínű izolációs takarók, amelyekbe a Görögországnál partot ért menekülteket burkolják, nehogy azok kihűljenek. Visszaidéztem az elmúlt években látott felvételeket. Sötétkéken hullámzó tenger, narancssárga mentőmellények, zöld tányérsapkák, fekete hullazsákok. Két takarót kirakok az épületen kívülre, jegyezte meg Kata, én pedig a sötétített üvegen kinézve megállapítottam, hogy odakint hideg van, minden csupa jégkása meg latyak, lóg az órós eső lába. Abban a pillanatban rájöttem, hogy miről szólnak ezek a munkák, amelyek körülvesznek bennünket. Vannak, akik otthon találnak maguknak, mások elvesztik azt, de valójában mindannyian ugyanazt tesszük. Erről szól az életünk, az otthonunk folyamatos kereséséről, ennek a keresésnek a hiába valóságáról. A Bázis Szobrászati Egyesület tagjai most megmutatják nekünk azt, hogy a művészet eszközeivel otthon találhatunk a hiába valóságban is. Nézem például Böszörményi Istvánt, ahogy a szobrai között jár kell, kicsomagolja az acskóból a műanyag 8 szögeket meg 12 szögeket, leporolja a nadrágját, megmutatja a pingpong labdát a Klein palackban, itt átférne, ott nem férne át, nem tudom mi az a Klein palack, majd megnézem a Wikipédián, nézzük inkább a márványt, a számomra kézzelfogható, milyen sima, milyen finom anyag, Böszörményi mosolyog, morvajozta Szibériából mondja, simogatjuk a márványt, a Petőfi csontázás pazán király válaszolom, és próbálok nem gondolni a Möbius szalagra. Két nappal később csak távolról figyelem, szent táhítat vezeti. Ez az ember, noha nem ismerem, mégis meggyőződésem, hogy a munkájában, művei között van igazán otthon. Hasonló érzéseim támadnak Rigó Istvánnal kapcsolatban is, miközben hallgatom, ahogy a fa hajlíthatóságának korlátairól és a lészek sajnálatosan lekerekített éleiről beszél. Azt csak később tudom meg, hogy ő volt az, aki gyakorlatilag beköltözött az épületbe és itt hozta létre műveit. S ahogy körbejárom a szabálytalanságában is szabályos fakeretet, eszembe jutnak Böszörményi színes műanyag felületei. Ha felnagyítanák, majd beillesztenénk azokat Rigó kompozíciójába, megkapnánk a 37 négyzetméter című alkotás egyik verzióját, amely ott áll Uránváros főterén, és amelynek egyik alkotója éppen a szomszéd szobában, a szomszéd helyiségben vaglossa a tépőzárszalagokat. Palatinusz Dóra itt elejezett installációja egyszerre mutatja meg az otthon idéglenességét és a léthiába valóságát.
Képzeljük el, ahogy a narancsságok és alagutakon keresztül bekúszunk a kétszemélyes sátrakba, át az egyikből a másikba, körbe-körbe, karikában. A próba fönkére emlékeztető kék kabinban kiegyenesedhetünk, de aztán újra vár minket az alagút. Mint maga az élet. Időnként sikerül talpra állnunk, egy pillanatra akár ki is húzhatjuk magunkat, máskülönben vakon, térden kusszaroljuk ugyanazokat a köröket. Még sincs miért panaszkodnunk, hiszen ezzel nem vagyunk egyedül az univerzumban. Ezt teszi például a bölcs bagó is. Ül a faágon, nyújtogatja a nyakát, pislog, aztán felböffent egy galacsint a gyomrába. Évezredek óta így megy ez, az viszont talán még senkinek sem jutott eszébe, hogy bagolyköpetek ezreit összegyűjtve műalkotást hozzon létre. Orosz Klára organikus golyóvisa az élet örök körforgásának szimbóluma. Itt egy szép csőr, ott egy hangya, jaj de szép a biolabda. Morbid, de végül a zsákmányállatok, kockok, szöcskék, denevérek is végső otthonra találtak ebben a lenyűgöző kompozícióban. A természet ihlette Lukács József Jóka munkáit is, én legalábbis nehezen tudok elvonatkoztatni attól, hogy az Oboz című darab valójában egy toboz. De ez a fantasztikusan megmunkált fadarab lehetne akár valamiféle állat is, például egy ündisznó vagy egy obzoskák. Mitya Gábor alkotásai is a hiányra hívják fel a figyelmünket. A lyuk olyan természetességgel simul bele a választfalba, mint ha mindig is ott lett volna, és valaki csak tévedésből címkézte volna fel kiállítási tárgyként. Ez olyannyira nem igaz, hogy a műkedvéért egy teljes falszakaszt kellett felépíteni. Ékes példája ez annak, hogy ami látszólag rombolásnak tűnik, az valójában építés. Azzal pedig mindenki csak magának tartani egy elszámolással, hogy mire gondolt először, amikor belenézett a lyukba. A formai gravúrok és a meghökkentő megoldások után klasszikus formákra áhítozó szem megnyugvást talál, ha a Böszörményi István szobrait elhagyva elindul a hátsó terem felé. Hamarosan észre fogja venni, hogy a fehér fal előtt két egymásba karoló alak áll. Ami messziről mészkőnek tűnik, az műanyag, a figurákról pedig nem lehet eldönteni, hogy nőke vagy férfi. Az androgyn parasztpár okozta számomra az egyik legnagyobb katarzista bejárások során. A földön fekvő alakok félkésznek, élettelenek tűntek. Aztán Kotorván Norbert felállította az egyiket, majd mellé rakta a másikat, amelynek a keze olyan finoman fonódott a párjadereg a köré, hogy azt hittem, mindjárt meg is szólal, szeretlek, drágám. Végül azonban nem suttogás törte meg a csendet, hanem egy fúrógép. De a helyzet még ennél is nyugtalanítóbbá válik, amikor a Kotormán alakokkal rokonítható műanyag bábúra vetül a tekintetünk. Nyári Zsolt installációján egy majdnem mesztelen lány áll a tükör előtt, bugyit visel, a kezében mobiltelefon. Tudja, hogy szelfizett, a kép talán már fent is van a Tumblr-en, mindenki osztja ezerrel. Diáklányok körében ez az új divat állítólag, a mesztelen selfie. Otthon rákerestem a Google-ban a naked selfie kifejezésre, és az első képtalálat egy 29 éves ausztrál írónő dobott elé, aki néhány hónappal ezelőtt coming out-olta magáról, hogy biszexuális. Én megöregszem. Nyári Zsolt másik kompozíciója végleg az otthon fogalmának társadalmi kontextusaira irányítja rá a figyelmet. A falon végén futó befizetési szelvénylánc is egyfajta coming out, megtudhatjuk, hogy a művész családja mennyit költött az elmúlt 17 évben villanyra, gázra, telefonra. Ennél érdekesebb, hogy Nyári néha jegyzetekkel is ellátta a kis célulákat, amelyek nagyszerűen használják ki a kiállító tér adta lehetőségeket, a hosszú, homogány falfelületen a sárga cetlik szinte a végtelenbe fognak. Az alkotás a Palatinus Dóra által is megragadott kilátástalanságot ábrázolja, a hosszú sárga csekcsíg okozta depressziót, legfeljebb Németh Szilárd tudná feloldani egy olyan rezsicsökkentéssel. Akinek ez nem elég, azt talán a Dankó rádióadásra tudná jobb kedvre deríteni. Ez az adás hallható ugyanis Kis Andor békebeli hangulatot árasztó konyhájában. A falusi konyhák világát a modern, minimalista dizájnnal ötvöző interiőr igazán családias hangulatot kelt, a konyhaasztal betonlaketteli találat.
Kis Sándornak sikerült olyannyira otthonossá tenni a maga körül a galéria terét, hogy az itt összeállított konyhát a kiállítás után egyszerűen hazaviszi. Vannak azonban olyanok, akiknek nincs hová hazamenniük. Báz Zoltán valósághiány című munkája politikai állásfoglalásként is értelmezhető. A rikító színekben pompázó foglalt felirat, az aranyozott köztéri pad, a posztamensekre állított provokatív kis szobrok és a bűnügyi nyomozást idéző helyszínrajz azokra hívja fel a figyelmet, akik az otthonkeresésért folytatott harcban végérvényesen alul maradtak, a hajléktalanokra. Az installáció tökéletesen ábrázolja mindennapjaink látszólagosságát, életünk kulisszai színesek, harsányak, látványosak, ami viszont ezen a világon kívül esik, arról nem veszünk tudomást. Aki nem bírja a tempót, az lemarad, körberajzolják, elhantolják. Megkerülöm a földhányást. Ide temettük a macskát, amit a kutyák folytott meg, hiába ütötte közben apám lapáttal a hátát. A világos kék nyakörvet én szedtem le a macskáról, majd kidobtam a kukába. Nézem az udvart, Sziszűfosz udvarát, visszaidézem a gyerekkoromat, az egész életemet. Hiába valóság, hasztalan erőlködés, újra felépíteni ugyanazokat a tornyokat, vagy látni, hogy elemésztőket az idő, megrogynak, ledőlnek. 6 tégla. 4 autógumi egymásra rakva. Műanyag diszperzites vödrök, gyerekbicikli, felsze a fatömbben. Lapát, avar. Kuti László világa az én világom, az én otthonom, az én udvarom, az én múltam. Amikor a bejárás során láttam, még élt, lélegzett. Az alkotója mostanra körbekötözte zöld madzaggal, megfojtotta. Legszívesebben feladnám az egészet. Vigyék, mondta nekem néhány nappal ezelőtt fanyar mosolaj az arcán, és én azt remélem, nincs igaza. Talán hiába való, de valahol meg kell lennie az otthonnak. A műanyag asztalnak a megyfa alatt, a drótüveggel fedett verandának, a betonból formált színnek a kutyakennel előtt. Valahol meg kell lennie. Köszönöm szépen. Magam részéről nagyon köszönöm ezt a gyönyörű megnyitó beszédet, és megkívánom önöket a szokásokhoz szíven. Pohár italra és egy pár friss pogácsára. 15 évvel köszönöm, hogy eljöttek.